Ünnepre készülnek, idén 30 éve Város Baktalórendháza. BFIT, a Szociális Munka Világnapján versenyeztek középiskolások. Tüzes dallamok, Orgas Eszter és a Talamba varázsolt kedden este Nyíregyházán. Idén ünnepli várossá avatásának 30. évfordulóját Baktalórendháza. Az évfordulót két napos rendezvénnyel szeretnék megünnepelni, amelyre színes, kulturális és gasztronómiai programokkal készülnek. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Baktalórendháza önkormányzata nemrégiben fogadta el a mintegy 2,1 milliárdos költségvetését. A büdzséből az intézmények biztonságos működtetése mellett jut forrása a belváros további fejlesztésére, külterületi és belterületi utak építésére, valamint új lakótelkek létrehozására. Most még állványok borítják a városháza épületét, de a felújítási munkákat hamarosan befejezik. Baktalórendháza önkormányzata is elfogadta a 2023-as költségvetést, amely továbbra is garantálja a szociális intézmények zavartalan működtetését, és emellett új beruházásokat is előirányoz. Ebben az évben 2,1 milliárd forintból gazdálkodhatunk. Ennek javarészét nagyságrendileg 70%-át a működési kiadások teszik ki, míg 30%-át, 650 millió forintot pedig az ez évi fejlesztések. A polgármester a jövőt érintő beruházások közül kiemelte a városközpont további fejlesztését, amelybe beletartozik a művelődési ház épületének bővítése, a köztéri park felújítása, parkolóhelyek és gyalogos átkelő létrehozása. Ezen túlmenően vidékfejlesztési program keretén belül lehetőségünk lesz mezőgazdasági földutak megépítésére, valamint a tanúszoda mögött egy új belterületi utat is kívánunk létrehozni. Ezen a területen egy lakóövezetet szeretnénk megvalósítani, lakótelkeket fogunk értékesíteni. Az itt élők nagyon büszkék arra, hogy 1993. október 1-én várossá nyilvánították Baktalórendházát. 30 éves jubileumot ünneplünk, szeptember 8-án és 9-én tartjuk meg az ünnepi rendezvényeinket, sporteseményeket láthatnak az ide látogatók, sor kerül a testvértelepülések kupájára, valamint ide várjuk a magyar öregfiúk labdarúgó válogatottat Baktalórendházára. Nagy Lajos hozzátette, a kétnapos eseményre zenei, színházi és más kulturális, illetve gasztronómiai programokkal készülnek. Baktalórendházán is, de a vármegye szinte minden térségében jelentős a kerékpáros közlekedés, köszönhetően annak, hogy több 10 kilométernyi bicikliút épült az elmúlt években. A tavaszi időjárással nagyon sokan pattannak két kerékre, ezzel együtt sokasodnak a kerékpáros balesetek is. Nem árt ezért a legfontosabb közlekedési szabályokat átismételni, mielőtt valaki nyeregbe ül. Nincs elsőbsége, csak ha leszáll. Jól látható tábla figyelmezteti a kerékpárosokat Nyíregyházán a Széchenyi utcán a kressz szabályokra. Rájuk ugyanúgy vonatkoznak előírások, mint az autósokra, mégis sokan figyelmen kívül hagyják ezeket, és ez sok baleset forrása lehet. Pedig a statisztikák szerint a bringások több mint 70%-a rendelkezik B-kategóriás jogosítvánnyal, tehát jól ismeri a közlekedési szabályokat. Semmi másról nincs szó, én gondolatom, én szerintem sajnos a hanyagság, és az, hogy nem lehet beazonosítani őket. Nem lehet számon kérni, hogyha szabálytalanul közlekedett, szabálytalan helyen tekert, tehát például a gyalogátkelő helyen, záróvonalon, egyirányú utcába forgalomba, vagy vegyük a legdurvább példát, amit egyre elharapózik, ami Budapesten volt elsőként észlelhető, hogy a kerékpárral megy a közúton, majd a jelzőlámpához érve átszeker a gyalogátkelőjén föl a járdára, majd a másik kereszteződési pontba vissza le a járdáról, megint vissza a közútra. Tehát ez én úgy gondolom mindenen túlmegy. Persze ebből következik az, hogy sajnos gyalogos kiütés vagy kerékpáros kiütés is történik a szabálytalanság miatt. Bár egyre több iskolában oktatják a közlekedési szabályok alapjait, az oktató szerint nem ez lesz a megoldása a gyalogosok, kerékpárosok és autósok között kialakult konfliktusnak. Én sajnos úgy láttam más kategóriáknál is, hogy mi csak abból tanulunk, hogy ha büntetnek. Ha elkezdenek szankcionálni, érdekes módon vegyük csak a legutóbbi nagy eseményt, a sebesség túlépéseket. Előjöttek ugye az anonim sebességmérőautók, a fix trafipaxok, és amint ezek az utakonra kikerültek,
illetve helyüket változtatva több helyen tudnak mérni. Egyre többen figyelnek a sebességre, egyre kevesebben lépik túl a sebességet, mert rájöttek, hogy több 10 000 forint és a előjeleti pontnak a növelése, ami jogosítvány bevonással jár. Itt is én úgy gondolom, hogy a hatóságnak kellene erélyesebben fellépni a gyalogátkelő helyen átkerekezőkkel szemben, illetve nagyon gyorsan le kellene szoknunk Nyíregyházán arról, hogy az egyirányú utcákat mi fordítva is használjuk. Gyakori baleseti ok az elsőbségi és kanyarodási szabályok megszegése is. A tavasz kezdetén a visszarázódás ideje alatt érdemes mind a kerékpárosoknak, mind az autósoknak türelemmel és kiemelt figyelemmel közlekedni a megye útjain. Érdemes kerékpára pattannia annak is, aki éppen nem vett jegyet vagy bérletet valamelyik volánbusz járatra. Április 1-től ugyanis bekeményít az állami vállalat. A jegy vagy bérlet nélkül utazók áprilistól 8 000 forint helyett 25 000 forintos bírságot kapnak, ha 30 napon belül befizetik az összeget, 30 napon túl pedig már 50 000-es csekket kapnak. Akik 3 napon belül befizetik a bírságot, azokat 25 000 forint helyett csak 12 000 forintos bírsággal sújtják. A pótdíjak emeléséről részletes tájékoztatást kaphatnak a Volánbusz honlapján. Kedden, március 21-én volt a Szociális Munka Világnapja, idén a sokszínűség tiszteletben tartása volt a mottója a programsorozatnak. Ennek kapcsán rendezték meg a Be Fit versenysorozatot, amelynek döntőjére a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán került sor. 7 középiskolás csapat mérte össze tudását, feladatuk volt az is, hogy kisfilmet készítsenek olyan aktuális témákról, mint például az iskolai bántalmazás, az ukrán menekültek támogatása, vagy a gyermekvédelem. A gyermekek a társadalom legspeciálisabb részét alkotják. Ők a legveszélyeztetettebbek és a legvédtelenebbek. Részlet a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zajana Technikumában tanuló kis tudósok csapat filmjéből. Ők a gyermekvédelem témakörét járták körül a versenyre készült videójukban. Mi a gyermekvédelemről csináltunk videót, és arról szól, hogy mik a gyermekeknek a törvényei, és milyen jogaik vannak így a való életben. Mint ahogyan látható, a már egyszer összegyűrt papírt, hiába próbáljuk meg egyengetni, az már gyűrött marad. Ezt a kisfilmet pedig egy másik versenyző csapat, a Bomba 5-ös készítette az iskolai bántalmazásról. Milyen bántalmazások vannak elsősorban, és példákat is mondtunk rá. Mondj nekünk is. Például testi és lelki bántalmazás, és szexuális. Ez a kisfilm pedig az ukrán menekültek támogatásáról szól. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának docense úgy látja, a fiatalok rendkívül fogékonyak ezekre a témákra, főleg a saját nyelvükön reagálhatnak a kérdésekre. A kisfilmek nagyon jól megmutatták nekünk azt, hogy ilyen témák iránt érdeklődnek, és az egyik az a gyerekvédelem, a másik az iskolai bántalmazás, amit maguk körül tapasztalnak, a harmadik pedig a menekültek segítése. Ugye, hát mindegyik olyan, amit a saját közvetlen környezetükben is megéltek és megtapasztaltak, és hogy ezek témaként is szolgálnak. Szerintem a mindennapjaikban is, a beszélgetéseikben is, és ezt kisfilmen is meg tudták nekünk mutatni. A Be Fit verseny döntőjébe 2 forduló után 7 csapat került be, akik a Debrecen Egyetem Egészségügyi Karán csaptak össze a győzelemért. Feladatuk volt a döntőben például az, hogy egyik társukat, mint hajléktalan kellett minél több ruhával felöltöztetni. Volt, ahol egy balesetet szenvedőt kellett stabil oldalfekvésbe helyezni. Végül a versenyben a Nyíregyházi Költséggimnázium visszatérő csapata lett az első, második helyen a fiatalság bolondság, harmadik pedig a Bomba 5-ös lett, mindketten a Zajana Technikummal érkeztek. Tegnap a Szociális Munka Világnapja, ma pedig a Víz Világnapja van. Szinte minden országban megemlékeznek a víz, azon belül is az édesvíz védelmének fontosságáról. A Vármegyei Szolgáltató, a Nyírségvíz Kft. 2 helyszínen várta az érdeklődő fiatalokat, a Víztoronyban és a Szennyvíztelepen. És azt tudjátok-e, hogy miért vagytok ma itt? Milyen napon? Víz Világnapja. Miért olyan fontos, hogy sok vizet ígyunk? Azért, mert az egész pontosan így van.
A kertvárosi óvodából érkezett gyerekek is sokat tudnak már a vízről. A Nyírségvíz munkatársai tartottak nyílt napot Nyíregyháza egyik emblematikus épületénél, a víztoronynál. Nagyon érdekes volt ezt így is látni, mert hogy finom volt a víz is. Köszönjük szépen! További szép napot mindenkinek! És nem csak megnézhették belülről a torony szűk csiga lépcsőit, de számos érdekességet is megtudhattak a szakemberektől. A víztorony azért épült, hogy a környező 10 emeleteseknek a nyomását biztosítsa, tehát nem a vízmennyiséget, hanem a víznyomást biztosítja. Ahova felvisszük a látogatókat, az 35 méter, tehát a talpuk alatt 35 méter betonszerkezet és magasság van, és ezt 238 lépcsőfokon keresztül tudják megközelíteni. A nyílt nap célja, hogy már fiatal korban minél többet megtudjanak a gyerekek a víz nélkülözhetetlen szerepéről, hiszen a kutatások szerint a 24. órában vagyunk. Minden ember és élőlény életfeltétele az ivóvíz, ezért mindenkinek van tennivalója ebben a kritikussá vált időszakban. Nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy mit jelent a vízlábnyom. Mondok rá egy konkrét példát, a vízlábnyom ugye azt jelenti, hogy egy termék, amíg előállítanak egy terméket, addig mennyi vizet használunk el. Például egy kávéfogyasztáshoz, egy csésze kávéfogyasztáshoz nem csak annyi víz kell, amennyit beleöntünk a kávéfőzőbe és lefő a kávé, hanem a kávébab elvetésétől tart ez a folyamat egészen addig, amíg lefő az a bizonyos kávé, és egy csésze kávéhoz bizony 140 liter vizet használunk fel. Egy szelet kenyér 40 liter vizet igényel, egy pamut póló 2000 liter vizet, egy szelet marhahús pedig 16 000 liter vizet igényel, még oda kerül az emberek a szállal. A nyírségvíz által biztosított csapvíz egészséges, a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, amely megfelel a magyar és az Európai Uniós jogszabályoknak is. Csak annyi és olyan ásványi anyagokat tartalmaz, amelyre az emberi szervezetnek szüksége van. A Vízvilágnapja alkalmából tartott nyílt napon a közel 500 regisztrált diák a szennyvíztisztító telepet és annak működését is megtekinthette. A szennyvíz egy fogadóaknába érkezik több irányból a szennyvíztisztító telepre. Itt telepen van mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, és a szennyvíz útja az úgy néz ki, hogy a mechanikai tisztítás, itt a darabos szennyeződéseket kiszedjük a szennyvízből egy rács segítségével, utána a következő lépés a homok kiszűrése, a harmadik pedig az előlépítőben, az iszapot leülepítjük. Ezután a szennyvíz továbbiakban kezelésre kerül, biológiai tisztításra. Itt oxigén segítségével, baktériumok segítségével lebontjuk a szerves anyagot a szennyvízből, és a tiszta víz az utólépítőn keresztül távozik a főfolyásba. A telep 100%-ban önellátó villamos és hőenergia tekintetében. Az egyes számú szennyvíztisztító telep kapacitása 22 000 köbméter per nap, ennek körülbelül a kétharmadát tisztítják meg naponta. Péntektől jelentősen csökken a gázolaj ára, a holtankoljak.net információi szerint a MOL 8 forinttal csökkenti a dízel literenkénti nagykereskedelmi árát, a benzin ára most nem változik. Ha a hazai kutakon érvényesítik a csökkentést, akkor péntektől a gázolajért 605 forintot kell majd átlagosan fizetni, míg a benzinért továbbra is 607 forintot. Egy győzelemmel és két vereséggel zárták a legutóbbi fordulót a Százhalombatta ellen az Aqua Esze országos bajnokságban szereplő csapatai. A gyermekkorosztály képviselői 11-9-re, az ifjúságért 12-11-re kaptak ki, a serdülő együttes 18-7-re verte ellenfelét. Vasárnap Érden a Sportliget Esze ellen szállnak medencébe a nyíregyházi pólósok. Az alapszakasz követően a rájátszásban az A2 D csoportban folytatódik a bajnokság az Aqua Esze csapatai számára. A legutóbbi fordulóban a Százhalombatta három korosztályos együttesét fogadták a nyíregyházi városi uszadában Hatvani Péter tanítványai. A gyermekkorosztály képviselői szoros mérkőzésen veszítettek, a serdülők viszont magabiztosan győzték le ellenfelüket. Az ifjúsági csapatok összecsapása az utolsó pillanatig nyílt volt, a hazaiak a döntetlenért támadtak, de végül egy gólos győzelmet aratott a vendégcsapat. Igazából nem az utolsó támadáson ment el a mérkőzésünk, hiszen már az elején nem úgy kezdtük, ahogy kellett volna. Volt olyan helyzet is, hogy 4 gól volt a különbség a csapatok között. Én azt gondolom, hogy mindent megtettek a srácok, hiszen a ifi hiányunk, a 2004-es születésű játékosok hiánya nálunk nagyon megérződött. Százhalombattánál viszont én úgy gondolom, hogy annyira nem, és ez miatt
kaptunk ki. Nem baj, igazából nagyot küzdöttek tényleg a srácok, amire büszkék lehetnek, és én is büszke vagyok rájuk, hiszen ez egy igazi vízilabda mérkőzés volt. A hazaiak csapatkapitánya szerint a vereség ellenére is élvezetes volt számukra a találkozó. Nagyon intenzív volt a meccs, jól éreztük magunkat, ezek a pesgős, gyors meccsek nagyon izgalmasak. Igazából az elején egy kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán egy pár jó lövéssel sikerült visszahozni a meccset kicsit a játékba, és onnantól pedig nagyon szoros volt a mérkőzés. Az előző fél évhez képest sokat jobb volt a csapat, nagyon fejlődött a csapatmorál, sokkal összeszokottabban játszunk, jobb a csapatjáték, és tulajdonképpen sokkal hatékonyabban tudunk játszani így az ellenfelek ellen, és sokkal nagyobbak az elvárások ebben a fél évben, már mint az elsőben. A három országos bajnokságban szereplő csapat mellett a fiatalabbak tornarendszerben játszanak. Szombaton Nyíregyházán lesz egy forduló. Két csapattal vagyunk, a gyerek hármas korosztályból, 2010-esek. Az egyik csapatom tiszta lányból áll, a másik csapat pedig a fiúk. AB csoportban vagyunk, most lesz Nyíregyházán 25-én az utolsó középszakaszbeli forduló, utána majd a rájátszás lesz még, én úgy tudom, egy fordulón keretén belül. Nagyon fontos lenne, hogy most jól szerepeljünk, mert itt a dobogós helyek sorsa most fog eldőlni. A Debrecennel meg az Egerrel fogunk játszani a fiúkkal, a két egyik legerősebb csapattal, de már a Debrecent vertük meg, a Egerre szoros csatát remélek, tehát nem fogunk beleszaladni valami nagyobb vereségbe, de egész jó állapotban vagyunk, felkészültünk, úgyhogy ez menni fog. A lányok szerintem most két könnyebbnek mondható meccsen fognak vitézkedni, remélem, mert a Kazinc Barcika ellen meg a Aquatics Miskolc ellen fogunk játszani. Remélem, hogy a közönség azért jól fog szórakozni. A gyermek, a serdülő és az ifjúsági csapat a következő fordulóban vasárnap Érden a Sportliget S ellen száll medencébe. Tüzes dallamokkal varázsolta el közönségét kedd este Nyíregyházán Horgas Eszter fuvola művész és a Talamba ütő együttes. Klasszikusok és sanzonok is szerepeltek a repertoáron. Ravel, Bizet, Debussy, valamint Edith Piaf slágereit is hallhatta a közönség. Az 1999-ben alakult Talamba ütőegyüttest nagyon sokan ismerik Nyíregyházán, hiszen két tagja, Zombor Levente és Szita Miklós a Kodály Zoltán általános iskola diákjai voltak. A keddi koncerten a közönség egyszerre hallhatott ismerős dallamokat és újdonságokat. A Francia Szerelem című összeállítást már 70 alkalommal játszották együtt a zeneművészek, akik ebben a produkcióban dolgoznak először együtt Horgas Eszterrel. 3-4 hónapos műhely munka és próbaidőszak után még 2012-ben bemutattuk a Francia Szerelmet, amiben hát nyilván a címében is benne van, hogy francia impressionista, expressionista zeneszerzők művei dolgoztuk át egy nagyon érdekes hangszerelésben, hiszen egy szál fuvola és egy hadosztály ütőegyüttes vagy ütőhangszer kíséri az egy szál fuvolát, ami egyébként hangszerelés kérdésében nem volt egyszerű feladat, de azt hiszem, hogy a kollégáim Grünwald László és Szita Miklós nagyon jó hangszerelés mű készítettek ezekből a csodálatos zenékből. Horgas Eszter egyik fontos ismertetőjegye, hogy repertoárján nem csak a fuvola irodalom fontos művei szerepelnek, hanem saját maga is készít átiratokat a zene irodalom népszerű darabjaiból. A fuvola művész nagyon szereti a talambával való közös muzsikálást. Amikor megtudtam, hogy közel 400 ütőhangszeren játszanak, és tényleg tehát akármilyen világban el tudunk menni, és ott tényleg csodát tudunk teremteni, úgyhogy nekem ez egy óriási nagy kaland, és nagyon-nagyon szeretem őket, egyébként emberileg is. Az esten felcsendülő zeneművek szerzői egy kivétellel mind franciák. Többek között Saint-Saëns, Ravel, Debussy és Edith Piaf muzsikáját hallhatta a nagy érdemű. A francia dallamok mindig hordoznak magukban valami életélvezetet, fuvolán, ütőegyüttesen előadva pedig még inkább szembe tűnik ez a tulajdonsága. A Filharmónia Magyarország következő hangversenyén, május elején a miskolci szimfonikusok érkeznek majd Nyíregyházára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Idén ünnepli várossá avatásának 30. évfordulóját Baktalóránt háza. Az évfordulót két napos rendezvényen szeretnék megünnepelni, amelyre színes kulturális és gasztronómiai programokkal készülnek. Baktalóránt háza önkormányzata nemrégiben fogadta el a mintegy 2,1 milliárdos költségvetését. A büdzséből az intézmények biztonságos működtetése mellett jut forrás a belváros további fejlesztésére, külterületi és belterületi utak építésére, valamint új lakótelkek létrehozására. Kedden, március 21-én volt a Szociális Munka Világnapja, idén a sokszínűség tiszteletben tartása volt a mottója a programsorozatnak. Ennek kapcsán rendezték meg a BeFit versenysorozatot, amelynek döntőjére a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán került sor. 7 középiskolás csapat mérte össze a tudását, feladatuk volt az is, hogy kisfilmet készítsenek olyan aktuális témákról, mint például az iskolai bántalmazás, az ukrán menekültek támogatása, vagy a gyermekvédelem. Tüzes dallamokkal varázsolta el közönségét keddeste Nyíregyházán Horgas Eszter Fuvola művész és a Talamba ütő együttes. Klasszikusok és sanzonok is szerepeltek a repertoáron. Ravel, Bizet, Debussy, valamint Edith Piaf slágereit is hallhatta a közönség. Március 22-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán este szinte mindenhol borult lesz az ég, egyes helyeken eső is előfordulhat. Hajnalban megélénkül a szél, a hőmérséklet 6 és 8 fok között alakul. Csütörtökön délelőtt marad a borult idő, esőre nem kell számítani, a hőmérő higanyszála 19 fokig emelkedhet.